A tanévnyitó rendezvényen Dobó Tibor helybeli katolikus plébános megáldotta az új névtáblát, majd azt az iskola falára helyezték. Az eseményen részt vett Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár is, aki elégedettségének adott hangot, hogy a horgosi október 10 általános iskola után, amely a közelmúltban a Kárás Karolina nevet vette fel, az utolsó községi iskola, az Oromhegyesi is megszabadult a II. Világháború emlékeit idéző elnevezésétől. Szeptember 1-e a pedagógusok és a diákok életében is egy új kezdet. Ez most és itt különösen igaz, mert a tavalyi tanévvég a Kisferenc általános iskolában ért véget, mától viszont Arany János nevét viseli az intézmény. Az elsősöket és az őket fogadó diákokat, a gyerekek szüleit, a község oktatási intézményeinek képviselőit és a vendégeket Vajda Attila, az iskola igazgatója is köszöntötte, kiemelve annak jelentőségét, hogy az iskola újra az egyik legnagyobb magyar irodalmár nevét vehette fel. A név nem teljesen új, mivel már a 70-es években így hívták az Oromhegyesi iskola. Mint a Magyar Nemzeti Tanács által is alapított intézmény, teljesen érthető, hogy egy ilyen jelentős irodalmát nevét kell felvennünk, hogy méltó jelképe legyen kis magyar közösségünknek. A rendezvényen Nyilas Leonov Anita, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, átadta az MNT beiskolázási csomagjait az iskola elsős kisdiákjainak.